Nagyszabású, egész éven át tartó toborzó kampányt indított az idén 175 éves Magyar Honvédség. A kampány nyitó rendezvényét hétfőn Budapesten tartották. Az érdeklődők katonai bemutatókat láthattak, és szimulátorokat is kipróbálhattak. A cél, hogy minél több fiatallal megismertessék és megszerettessék a katonai életpályát. Az elején én is féltem. Mindenki fél az ismeretlentől. De szembenéztem a félelmeimmel, és 2017-ben beléptem a Magyar Honvédségbe. A Magyar Honvédség egyik legújabb Imás filmjében saját történetét meséli el Pálinkás Szilveszter. A főhadnagy azt mondja, életének legjobb döntése volt, hogy belépett a honvédségbe. A fiatal katona 5 évvel ezelőtt jelentkezett a szervezethez, az elmúlt években pedig már megjárta a világ legjobb katonai iskolájának tartott Brit Királyi Katonai Akadémiát. Szerintem minden fiatal számára példa lehet az életpálya, amit én bejártam az elmúlt 5 évben a Magyar Honvédségen belül. Civil végzettséggel érkeztem, nem volt katonai előképzettségem. Az elmúlt három évben lehetőségem volt, hogy a világ legjobb katonai akadémiáján tanuljak az Egyesült Királyságban és Amerikában. A Honvédség egy éves nagyszabású toborzó kampányt indított, ennek részei ezek az imásfilmek is. A következő hónapokban az interneten és különböző média felületeken hívják fel a fiatalok figyelmét a katonai életpálya által kínált lehetőségre. Ruszin Szendi Romulus, a Honvéd vezérkar főnöke a toborzó kampány nyitó eseményén azt mondta, újjá szervezik a magyar haderőt. Az altábornagy hozzátette, akik most csatlakoznak a sereghez, a legmodernebb eszközöket kapják kézbe, és a legkorszerűbb kiképzést kapják. Kiképzési eljárásokban is meg kellett és meg kell újulnunk, hiszen ez a 21. századi technológia, ez megköveteli, hogy másképpen alkalmazkodjunk, másképpen használjuk a fegyvereinket. Fel kell készíteni ezt a generációt erre a 21. századi technológiára. És közben annyit elárulhatunk, hogy folyamatosan figyeljük, hogy a jelenleg folyó fegyveres konfliktusok tőlünk keletre milyen tapasztalatokat hoznak, és ezt folyamatosan építjük be a kiképzés felkészítés rendszerébe. Én azt szeretném ajánlani a magyar fiataloknak, hogy lépjünk szövetségre, és dolgozzunk együtt a jövőben. Magyarországnak elrettentő erőt felmutatni képes, tiszteletre méltó hadseregre van szüksége, ehhez pedig jól kiképzett és felszerelt, fizikailag fit, nyelveket beszélő fiatalokra van szükség. Erről már Szalai Bobrovnicki Kristóf beszélt a megnyitón. A honvédelmi miniszter megjegyezte, a haderőket értékelő egyik nemzetközi szervezet Európa egyik legütőképesebbjének nevezte a magyar haderőt a napokban. Kiemelte, a magyar hagyományok legfontosabb értékei közé tartoznak a katonai erények. A magyar hagyományok, nemzeti kincsestárunk legfontosabb értékei a katonai erényeink és katonai értékeink. Ezeknek az őrzői, a mai kor modern bajnokai lesznek azok a fiatalok, akik csatlakoznak hozzánk egy közösséghez. Egy olyan közösséghez, amelyben meg tudják érezni az összetartozás élményét, a kiképzés által nyert önbizalom erejét, a közös célokért való együttműködés örömét. A honvédelmi miniszter hozzátette, az állam méltó és versenyképes juttatásokat biztosít a katonáknak. A Magyar Honvédség toborzó kampánya egész évben tart. A fiatalok jelentkezését a megújult irányasereg.hu oldalon várják.